Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Pedig átsétálunk a reformátorok teréhez. Ez a reformátorok tere és a háttérben a kilátó 16. kerületben. Locskai István szobra 1557-1606. Pedig Luther Márton szobra. És a harmadik. Kávé János 1509-1564. A szökőkút köré, amivel írva, tartsd meg,
újítsd meg, és erősítsd meg. A hitet is, akkor ez a hit megtart téged. Ez volt a középső gömb szökőkúthoz írva. Lent egy játszótér van, ha jól látom. Játszótér és Csúszda Park, Reformátorok tere. Akkor megnézzük a kilátót.
az első pihenő. Mondja, hogy a kántvárosi kilátó és park épült 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján Budapest főváros 16 kerületének önkormányzata Kovács Péter polgármester megbízásából. A kilátó felső szintje 165 méter, tengerszint feletti magasságban van. A várhegyel egy szinten, teljes magassága 22 méter. Kilátószint magassága a felszín felett 17 méter, amelyre 100 lépcsőfok vezet fel. Szerkezete acélvász, expandált alumínium levesz burkolattal. A fehér és a barna szín a református templomok meszelt falait és a fa szerkezeteit idézi. A kilátó körül az 5 kerületrészre utaló 5 facsoport alkot keretet és azt a kis teresedést, ahol a torony áll. Egyetlen ismered van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, Vörös Sándor a teljesség felé. Akkor megnézzük a maradék szinteket. Ja, ez már a tetőtér akkor. És akkor ez a kilátás a torony legfelső szintjén, amit innen a 16 kerület
távolban Jókaiman általános iskola, polgármester hivatal 16. kerület. Tehát ahogy a kép is illusztrálja. Itt lehet látni a Ferihegyi irányítóhatalmat, a Sashalmi Krisztus Király templomot. Tehát itt távol van. Elméletileg kivehető. Ez pedig a Rákosszentmihályi Sashalmi református templomnak szemben. Itt pedig a Kőbányai Sörgyel és a Lakihegyi adatolnyat láthatjuk. Szent László templom látható a távolban. Ebben az irányban pedig a Citadella, fenn a hegyen. A Daruk és a Szabadság szobor is kivehető nagyjából egy kicsit. A Budai Vár és a Szent István Bazilika pedig ebben az irányban látható. És a távolban pedig a Széchenyi a hegyi adótorony is. Kicsit jobbra. És akkor a következő az Országház, János hegyi Erzsébet kilátó. Az pedig ezen a részen látható. Páduai Szent Antal plébániai templom és a Szent Korona lakótelep. Az pedig ebben az irányban látható. Egy újdonság, ami még nincs rajt, mivel hogy ezt, ha jól tudom, tavaly óta működik a hőlégvonal, az pedig a Városliget szélén a állatkertnél engedik fel. Ott az a kis csíkos hőlégvonal, amit ott lehet látni. És akkor ott kicsit jobbra, hármas határhegyi adótorony, ahogy itt a kép is illusztrálja. Akkor van egy Néri Szent Fülöp általános iskola, az pedig távolban egy kicsit, ha jól látom. A következő a Rákosszentmihályi Szent Mihály templom, az ott szemben. Illusztrációs képe. Hermann Otto általános iskola. Ő az, ez a sok apró kis lyuk ott a felső szinten. Elméletileg ott látnunk kellene a Megyeri hídnak a tető csúcsait, az oszlopoknak. Ja, ott van. Megtaláltam. Ott szemben a házak mögött. Tehát így. Körülbelül a kép középső táján. Hol kicsit világosabbak a házak, az mögött látszik a két csúcs a hit villéből.
akkor van egy evangélikus templomunk, közelebb. És van egy fővárosi hulladékhasznosítónk, ez pedig az a templom toronytól kicsit jobb oldalra, az a nagy magas kémény. Hát ezeket lehet így látni, ami így kiemeltebb, amit itt kitettek nekünk. Hát innen nem tudok közelebb menni, mert sajnos ez úgy van megoldva, hogy a Flór Ferenc kórházat kellene innen látnunk. Itt szemben. Centenáron lakótelepet és egy cinkotai evangélikus templomot is itt a távolban. És nemrég szállt fel egy repülő Ferihegyről. Nem tudom, mennyire látszik a képen. Hangja az igen. Hát akkor ez volt a kilátó, amit most megnéztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Nézzétek meg a következő videómat is.